Magyar Vörös Kereszt 1939 óta vesz részt a térítésmentes véradás szervezésében. A biztonságos hazai vérrálátáshoz évente 500 ezer egységvére van szükség. Ehhez évente közel félmillió millió önkéntes véradományát, önzetlen segítségét várják a betegek. A véradók napja különleges ünnep. A véradás nagyszerűsége az önzetlenségben rejlik, a vérre bármikor bárkinek szüksége lehet, és ez a valakinek az életét jelentheti. Ahhoz, hogy az egészségügyben a vérellátás folyamatos és gördülékeny legyen, ahhoz a megyében heti 500 véradónak kell megjelennie a véradásokon. Ez a szám változik, van, hogy több donor jelenik meg az egyes véradóhelyeken, vagy van, hogy kevesebb, így átlagban a megye véradói száma pici elmaradással, de megszokott lenni, tehát a vérellátásban fennakadás nincsen. Arra szoktuk kérni a az embereket, hogy aki még eddig nem volt véradáson, az is gondolja hogy le tudja-e győzni például a tűtől való félelmét vagy, vagy ellenállását, hiszen máskor is kell, hogy. Megszúrják például egy-egy vérvétel vagy oltás alkalmával, azonban ez a tűszúrás, vagy ez a pár percnyi kellemetlen érzés, ami ilyenkor eluralkodhat rajta, egyszerre három életet ment meg. Kritikus időszak minden évben az influenzás, járványos betegségeknek az ideje. Ilyenkor azok is távol maradnak a véradó eseményektől, akik egyébként elkötelezettek. Sokan lehet nem is ismerik a véradás menetét, ezért el sem gondolkodtak azon, hogy legalább egyszer adjanak vért. Tette hozzá Gurály Edina. Azt gondolom, hogy sokszor, amikor adományozásról van szó, akkor minden ember arra gondol, hogy adományozni és segíteni csak anyagi források függvényében lehet. Ez a véradásra nem igaz. Vért mindenki tud adni aki egészségesnek érzi magát, elmúlt 18 éves és több mint 50 kiló, bármikor el lehet kezdeni. Tehát aki eddig már a felnőtt korában bőven benne van, de még nem érezte ennek a szükségét, vagy nem érezte megszólítva magát, akkor is elmehet, kipróbálhatja, megnézheti, hogy tudja, el tud-e köteleződni emellett az ügy mellett. Az idei évben eddig 359 ezeren jelentkeztek a Vöröskereszt által szervezett véradások valamelyikére, van, aki több alkalommal is.